Csődöt mondott a Fidesz a rendteremtésben Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint. Így a legfontosabb feladata a Jobbiknak a közbiztonság javítása minden választókerületben. Bemutattam a párt a baranyai országgyűlési képviselőjelöltjeit. Munkahelyteremtés, a közbiztonság javítása és elszámoltatás. Ezeket látják a legfontosabb feladatnak a jelöltek. A cigány bűnözés olyan méreteket ölt azon a környéken, hogy egyszerűen az emberek már nem engedik ki a sötétedés után a gyerekeiket az utcára. A közbiztonság hiánya az egyik legnagyobb probléma a keleti városrészben, mondja Gyimesi Gábor. Ebben a városrészben van a legtöbb önkormányzati lakás, a bűncselekmények pedig annyira elharapoztak, hogy már félnek a helyiek az utcára menni. Ezen mindenképpen változtatni kell, mondja a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Gyimesi Gábor emellett elszánt a bányák újranyitásában is. A szén kitermelés ugyanis munkahelyeket teremtene, ami a másik nagy hiányossága a városnak. A demográfiai kutatások azt mutatják, hogy erősen fogyóban van a nemzetünk. Ennek csak is és kizárólag a munkahelyteremtés az egyetlen egy kiútja abból, hogy mi ebből a kártyúból kikerüljünk. A hármas választókerületben Mohács térségében Szőcs Norbertet indítja a párt. A Jobbik Bói Városi Szervezetének elnöke szerint az egészségügy talpraállítása és támogatása szintén fontos feladat. A térségben ugyanis komoly gondokkal küzdködnek a kórházak. Elkötelezettek vagyunk a földútig felszámolásában. Baranya legnagyobb választókerületében, a 4-es választókörzetben Vida Dezsőt indítja a párt, a belvárosban pedig a 01-es választókerületben Németh Zsolt indul. Erre a hatalmas problémára kivándorlásra a Fidesz nem tudott választ adni. Cinikus válaszokat hallhattunk például Abrantyás miniszter úrtól, amikor azt mondta, hogy legalább megtanulnak idegen nyelveken. És ez milyen jó az országnak. Nem, egyáltalán nem jó, hogy a magyar fiatalok vagy középkorú nemzettestvéreink külföldön élnek, külföldön alapítanak családot. Németh Zsolt szerint a jelenlegi pécsi fideszes országgyűlési képviselők lobbiából nem profitált eleget a város. A párt, amely a felmérések szerint egyre népszerűbb a fiatalok körében, számít az elcsatolt területeken élő magyarok szavazataira is.